Te limitálod a kitűzött célod, vagy engeded szárnyalni? Szuper érdekes gondolatok következnek, amikkel ugyan nem kell egyetérteni, de azt gondolom izgalmas őket meghallgatni és megfontolni. Szerinted mennyire van befolyásolása az eredményeinkre nézve az előrevetített gondolatainknak, és mennyire tudjuk irányítani ezáltal a jövőnket? Kicsit ezek talán spirituális dologként hatnak, pedig elhihetett egy realista embertől ez a terület eléggé távol áll, mégis hadd meséljek el egy történetet, mert szerintem elgondolkodtató. Tegnap ugye elstartolt a Fotós leszek klubnak a kampánya, amihez az utolsó kapunyítás alkalmával 87-en csatlakoztak. Ez egy szuper eredmény volt, aminek nagyon örültem, és elégedett voltam vele, és hozta is a kitűzött célt. Én azt határoztam el 2019. novemberében, hogy minimum 50 klubtagot szeretnék, és 100 az álomhatár. Az aktuális e-mail lista méretemet alapul véve és az előző kampányaim eredményéből tanulva erre a reális következtetésre jutottam. Sikerült is, öröm volt és boldogság, amit el is meséltem egy nagyobb cégvezető barátomnak. Gratulált, elismerte a teljesítményt, viszont azt mondta. Ne határold be a lehetőségeidet a jövőben, mert akkor csak akkor át tudsz fejlődni, amekkorát meghatároztál magadnak. És Bakker hatalmas okosság volt abban, amit akkor ő ott mondott. Én 100 klubtagot álmodtam meg, és épp csak egy hajszállal csúsztam le róla. Egyszerűen bekorlátoztam a lehetőségeimet, mert jóformán esélyt sem adtam többre. Mondhatni, bevonzottam ezt a számot, hisz a fejemben végig erre az álomhatára koncentráltam. Elég racionális ember vagyok, szeretem a kézzel fogható dolgokat és reálisan gondolkodni, de ez mégis szöget ütött a fejemben, hogy ebben azért lehet valami. Na most gondolkodj bárhogy is, akár előre kitűzöl egy célt, ami az se baj, hogyha óriási, szinte már elérhetetlen, és annak a felét teljesíted. Ha az álmaidban milliárdos akarsz lenni, de mégiscsak milliómos leszel, akkor azért nem biztos, hogy kár bánkodni, és valahogy csak el tudod fogadni a sorsod. Vagy ugye a másik út az, hogy nem szabsz meg határokat, így korlátok nélkül fejlődhetsz, és olyan kapukat nyithatsz ki, amikre eddig nem is gondoltál, hogy létezhetnek. Mi emberek mindannyian mások vagyunk. Én szerintem olyan, hogy az egyik gondolkodás jobb lenne a másiknál. Valakinek az egyik, valakinek a másik megy jobban. Viszont lényeg mind a kettő esetében az, hogy legyen célod, akár limitek közé zárva, akár szabadon, de mindennek az alapja ez. Biztos vannak kitűzött vágyaid a fotózás kapcsán, amiket el szeretnél érni. Ezeket fontos, hogy fejben egészen konkrétan magad elé vetítsd, ez az állapothoz akár szagokat és fényeket is társíthatsz, hogy még inkább valóssá válhasson. Fejtsd le ezt minél részletesebben, hogy hol szeretnél tartani, majd gondold át, hogy mi az, ami segíthet a céljaid elérésében. Ez a gondolkodásmenet nagyban tágíthatja a jelenlegi szemléletedet, így érdemes rajta mélázni szerintem pár percet. Viszont, mint mondtam, én realista ember vagyok, így viszonylag konkrét célokat tűztem ki a Fotós leszek klub kampánya kapcsán. Van egy konkrét dílem számodra. Én segítek neked elérni a fotózásban a kitűzött céljaidat, te pedig segítesz nekem az enyém elérésében azzal, hogy csatlakozol a klubomba. Mit szólsz? Remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor nyomj egy lájkot és ne felejts el feliratkozni. Ja, és a klub csak limitált ideig fogad új tagokat, így hogyha klubtag szeretnél lenni, akkor ne hezitálj rajta sokat. Ciao.